A négynapos bátorszéki fenyőkupa kispályás labdarúgó teremtorna döntőjében a zöldmezes goldkárt csapatában akadt egy olyan teljesítmény, amivel a kitűnő megyei első osztályú, illetve szekszárdi MB3-as játékosokból álló Palermo egyszerűen nem tudott mit kezdeni. A nagypályán még tartós jó teljesítménnyel adós, apró termető játékos, ugyanis nem akármilyen 4 gólt vágott és egy gólpaszt is adott. De nem csak a döntőben, hanem az egész torna alatt, szinte minden egyes napján nagyon jó teljesítményt nyújtott, így a mezőny legjobb játékosává is választották Vituska István. És nem sok hiányzott ahhoz, hogy a harmadik díj, a gólkirályi cím is az övé legyen. Nagyon szívtuk magunkat, ugye nagyon készültünk rá, tavaly nem sikerült elinduljunk, ugye, más csapatban indultunk, ugye, aztán most végre összejött a csapat, szerencsére mindenki megvolt, ugye nagyon készültük, hogy ahogy újra együtt vagyunk, hogy véghez vigyük ugye a legvégéig, úgyhogy szerencsére az sikerült. Két meccsen nem is tudtam játszani, ugye, a Bovner Technika ellen, meg a Polkovács ellen, úgyhogy ott is X-ek voltak, küzdelmes volt a vége, igazán az utolsó nap számít mindig, ott kell a legjobb teljesítményt hozni. A 4 egymástól eltérő látványos gólja közül az első a legkedvesebb számára. A legelső azt mondom, hogy az nagy löket volt az 1-0-nál, a jobbos a buszraszállommal sikerült, a kapufáról ugye bement. Mivel a kispályán vannak sikerélményei, fölvetődik, miért nem próbálja ki magát a futzálban a profik között. Kerestek amúgy Újpestről, hogy menjek kispályán a futzál csapatba. Onnan hívtak ugye vissza, hogy menjek. Nem tudom, meglátjuk. Nagyon is mindig a szívemhez közel állt a kispálya. Jó, fekszik, mondom, az egész, a gyorsjáték, fürge vagyok ugye. Még 31 évesen, úgy ahogy, már kopik azért, de nagyon-nagyon szeretem a kispályát, majd meglátjuk. Ám most újból a nagypályára, jelenlegi csapatára, a szekszárdi UFC-re koncentrál. A fenyőkupa óta nem is lépett pályára parketten. Tudja, az Újpesttől való visszatérése óta, noha sérülések kétségtelenül gátolták, még adós mostani csapatának a jó teljesítménnyel.